A Tech2-t nézzék itt a Motorola Moto G-vel, ami a másik generációs készüléket itt most Németországban megjelentették. Méghozzá most egy kicsit nagyobb lett, sajnos Magyarországon mindig nem nagyon kapható a Motorola, meg is kérdeztem őket, hogy miért. Sajnos túl nagy felhajtás lenne nekik egyenlőre, jogilag meg hasonló dolgokkal, de majd most, hogyha Lenovo megveszi őket, hát a nagyobb esély lesz majd rá, hogy Magyarországon is Motorola készléket lehet venni. Addig is külföldről ezt itt meg tudjátok szerezni, és nem is egy rossz készlék, azért mert kettő SIM-kártyás és 99 eurót egy nagyon jó kis hardware kaptok. Itt a hátulján látjátok, van egy kis leírás ahhoz, hogy persze jogi dolgok, ki az Android logó meg hasonló, van rajta persze sima Android 4.4.4 installálva, és itt oldalt még egy pár nyelven rá van írva a szövegben az, hogy például a dobozban csak egy USB kábel lesz, és nincs benne töltő, vagy felható, ami azt jelenti, hogy vagy notebookra töltjük fel, vagy mert ha már van otthon egy töltőnk, akkor az USB kábele persze majd simán fel tudjuk tölteni. Itt látjuk is, hogy dual SIM, nem lehet single SIM verzióként venni, és egy Snapdragon 400-as quad-core 1,2 GHz-es processzor van benne. 1 GB RAM és 8 GB belső tárhely, amit egy microSD kártyával tudunk majd bővíteni. Ezt majd mind megmutatom, méghozzá hátulja és csak feketében kapható, de majd lehet venni hozzá más hátsó lapot is, ezt itt ki lehet cserélni, majd mindjárt le is fogjuk venni. Addig először kicsit röviden körbe megyünk rajta, hogy látható van egy ki- és bekapcs gomb, hangerőszabályzó, a tetején egy felható jack és egy mikrofon, persze még alul is van egy mikrofon, hogy tudjon majd telefonálni, jobban ez csak konferencia callokhoz van még, hogy minden oldalról jobban vegye fel a hangot. Kettő hangszórót találunk elő, ami nagyon jó, hogyha filmet akarunk nézni, vagy simán zenét hallgatni, majd összehasonlítjuk egy M8-al a HTC-től is. Nektek van egy 2 megapixeles előlapi kameránk, ami 720p-ben tud videót is felvenni, és hátul is van persze egy 8 megapixeles kameránk, ami ugyanúgy 720p-ben, 720p-ben tud felvenni HD videókat, és slow motion-ben is, mármint, hogy lassú felvételt is 720p-ben tud majd felvenni. Kis lámpácska, és akkor már ennyi is volt igazából itt a kis bemenetekkel, úgyhogy hogyha itt megemeljük simán itt az alját, a microSB-nál, itt ki tudjuk így könnyen nyitni. Inni, leveszünk a hátlapot, tudnánk rárakni egy másik hátlapot, olyan, mint a sima Moto G-nél, az első generáción, ahol például egy piros van nekem itt most rajta. És itt látjuk is, van kettő mikro SIM kártya slot, egy mikro SD kártya slot, egy kis lámpa, és hát itt van a kettő antenna, ide rá van még írva, hogy 8 GB belső tárhely van, lehet, hogy más országokban van többel is, de itt Európában ezek csak 8-al árulják, és persze majd 32 GB még bele is tudnánk itt a tetejében rakni. Ezt írtek legalábbis le, hogy 64-en működik, azt majd még kipróbáljuk, meg rárakom a hátsó lapot, itt simán rárakom az asztalra, és úgy oda nyomom, és akkor teljesen szépen rákattam mindenhol, és kellemes kis gumis hátlapot majd jól tudjuk így fogni. Ha elindítom, persze már kicsit használtam, itt látjuk majd, hogy hiányzik most kettő SIM-kártya, de nagyon szép kis kijelzője van, HD felbontás, ami azt jelenti, hogy ugyanaz a felbontás, mint az első Motorola Moto G-nál, aminek kisebb kijelzője volt, de látjátok, ugyanannyi ikon van, csak különböző méretben, de igazából ugyanazok az appek is persze, sima Androiddal installálva. Ups. Itt mind a kettőn kellemesen gyorsan persze működik még mindig mind a kettő. Most csak röviden a kamerát akarom bemutatni, ahol egy fotót tudunk csinálni például itt a tökökről, úgyhogy megérintjük simán a képet, és akkor már meg is csinált a képet. Ha oldalra húzzuk itt, akkor látjuk is, hogy majd ott meg tudjuk nézni a képeket. Megkérdezünk, milyen app-el akarjuk megnézni, különben meg tudom fordítani az első kamerára is, itt a kamerát is, hogy látjuk, hogy ez is nagyon szép éles, hogy említettem 2 megapixel az egész. Még ki tudom belőle az app kamerából menni, igazából nem is azt akartam, hanem meg akartam nektek mutatni, hogy itt még van a beállítások is, de ezt majd mind a teszt videóban is bemutatom. Ennyi is volt igazából a rövid bemutató, még egy kicsit talán össze tudom hasonlítani nektek méretben, de már láttátok az előbb az első Moto G-val, ami még egy 50 euróval olcsóbb, nem 200, hanem csak 150 euró, most már LTE-vel, ebben amúgy nincs LTE, nincs 4G, de az szerintem nem is annyira releváns, így legalább kevesebb áramot fogyaszt, és különben 11 mm vastag a legvastagabb részén, és 6 mm a legvékonyabb részén. Ennyi is volt a rövid bemutatója itt a Moto G másik generációnál. Köszönöm, nézzetek, nevem Gábor Lázs, és ne felejtsetek a Tech2-t abonálni.